Sziasztok srácok, itt vagyok újra egy kis Assassin's Creed Syndicate-ben. A nevem nem mondom, mert majd tudjátok, és hát igazából ennyi volt a lényeg, mehetünk is. Az utolsó rész óta eltelt időben történt változások, ez aztán jó bonyolult mondat lett belőle, na mindegy. Annyi volt, hogy... azok ellenem vannak. Annyi volt, hogy lett egy új egerem útközben, szóval még idő lesz, mire megszokom. Mondjuk amúgy sem vagyok valami profi ebben a játékban, hogyha egyáltalán létezik olyan. Miss Fry! I was just showing Jacob the first message was received via the mended lines. You can keep the rope launcher, by the way. We've managed to procure another one for your brother. Excellent work. Thank you, again. You're very welcome, Mr. Bell. We can now defend the principle of impartial news and free speech. Free is fair, but free and brief is far better. Ha ha! Ah, Fry, such caustic wit. And on that note, we must depart. Good fortune to you both. Call on me at any time. What the fuck? What the NSA is, hogy install the fuses without going below 30 meters in altitude. Ezt nem láttam. De tök mindegy, mert így is úgy is elbasztam volna ezt szerintem. Szóval akkor nem lett 100%-os a cucc, szóval nem kapunk plusz pénzt, meg ilyenek. Now that we've finished with that distraction... Who is that? Oh, you mean... you don't know? Beautiful train you got here. Miss McBean was just telling me all about her. Name's Ned. How do you do? I won't take up more of your time. If you want to learn a thing or two about the finest transit systems in the world, you can find me at this address. Let us return to locating the Peace of Eden. We need to reclaim London from Starrick. Who are my targets? It's not time for that yet. I didn't come to London to hunt curios. First understand the dance, only then become the dancer. Oh, so you're taking over where Father left off. Someone has to. Evie, finding the precursor artifact will give us an insight into what the Templars intend. Jacob, I have information about Starrick's associates that should be of use to you. Here. Use the assassination wall in the train hideout to track the next Templar targets. Expand territory by completing conquest activities. Complete associate activities to earn money, crafting resources and unique rewards. Szóval ez azt jelenti nekünk, hogy van ez az assassination wall, ami hát nem tudom, hogy fordítsa, de mindegy, ahol a küldetéseket kapjuk. Szóval itt meg tudjuk nézni, hogy ki hol van, akit likvidálni kell. De azt mondja, hogy csináljuk ezeket az ikonos cuccokat, ugye hát most minek mondja, mellékküldetésnek, és akkor ezzel ugye felfedődik, hogy mondjam ezt, bassz meg. Láthatóvá válik a terület, amiben van, tehát így körülötte, így az, ott, na mindegy. De ezt már tudjátok, mert rengeteg mellékküldetést csináltam véletlenül, azt hittem, hogy az volt a dolog, na mindegy. Meg az van, hogy csináljunk ilyen cuccokat, ezért embereknek segítsünk, és akkor kapunk érte crafting resources, then unique rewards, meg pénzt. Nézzük milyen most. A töltőképernyő után természetesen. Oké, na most akkor van egy kis időnk beszélgetni még. Az első cutscene-ben arról beszéltek, hogy nagyon kedves vagy a kedves, nagyon örül, hogy megcsináltuk neki a cuccot, amit kért a csajjal, meg hogy nem kell visszaadni azt a grappling hookot, amit én most így nagyon megszerettem legutóbb, mert hogy csinálta Jacobnak is egyet, és aztán ennyi volt a lényeg igazából. Második cutscene-ben, amikor a manaton voltam, akkor elmagyaráztak ezt az assassination volt, meg jött valami nő hirdetni magát, akit valami Nednek hívtak, akkor lehet nem is nő, csak elég szar hangja van a csávónak. De mindegy, de miért hívják Nednek a nőt? Na mindegy, akkor Sequence 8, vajon az még túl sok, Starrix, na mindegy, Sequence 4. A quick and reliable remedy. A rift has opened between Jacob and Evie. He does not support Evie's quest for the Peace of Eden and she sees Jacob's campaign to take on the Templars is reckless and sloppy. Working separately, Jacob heads to Lambeth to investigate Starrick's soothing syrup.
while Evie traces the precursor artifact to the home of Master Assassin Edward Kenway. Wow. Igen, ezt elfelejtettem mondani. This soothing syrup has become the only medicine available in Lambeth. It bears the Templar Grandmaster's name. About time for a visit to the doctor. I don't see that cure arriving anytime soon. And what exactly will you be doing? What the fuck is this? You know very well. Tracking down the Peace of Eden. Enjoy your studies. I'll be out killing Templars. Szóval ezt elfelejtettem mondani még itt a vonatos cutscene keretein belül, hogy Evie és Jacob egy ilyen kisebb vitába keveredtek arról, hogy az egyik a Peace of Eden-t akarja mi a faszom, hát azután akar nyomozni, hogy ezt megszerezzék minél hamarabb, mert eredetileg is ezért jöttek ide, vagy valami ilyesmi, mert már nem emlékszek annyira az elejére, hát mondjuk elég gáz, na mindegy, és Jacob meg annak annyi számít, hogy öldököljön mindenkit. És az a helyzet, hogy én ezzel jobban tudok azonosulni. Azonosulni, ez milyen szó már. Mi ez? Most mit csinálják Whitechapelbe? Mutogat dolgokat. Gang leader. A spoonful of syrup. Az a baj, és én nem tudom, hogy melyiket kivel kell csinálni. Mármint, hogy én olyat akarok, mint elsősorban, mint Jacobbal kell. Jacob Fry itt van. És Whitechapel gang leader, Rexford Kaylock eliminated, yeah. Memories eliminated. Akkor mi a fasz van? Ó, valaki írt streamben, az is GG. Confirm fel. De nem akarok, hogy kell. Mondjuk most miért van ott ilyen izé? Borrow while, csak associates. Mindegy, nem festre velünk, jó? Ez lesz a dolog. Spoonful of syrup. Ide nem lehet festre velelni, mi? Szóval akkor nem csináltam én akkora hülyeséget, amikor elkezdtem csinálni a mellékküldetéseket, mert az, annak köszönhetően tudtunk festre velelni. Oké. Okay. Na most akkor. Hogy én itt tudok festre velelni, meg minden egyéb. De most én hol vagyok? I mean like, a térképen hol mutat minket? Lambethben van Jacob elvileg. Ami akkor... azt a kérdést veti fel, hogy lépjük ki a térképből. A train hideout-on vagyunk, aha. Oké, okay, kaptunk új outfitet, és gyorsan megnézzük, hol kell. Inventory. És... hú, outfit itt van. Ez új. Ez új. Jajajajajaj. Nem lehet forgatni valahogy? Valahogy biztos lehet, nem? Nem, jó, mindegy, hagyjuk, nem szórakozok vele. Ez tiszta, izé, Edward Kenway, negyedik rész. Sherlock Holmes outfit. Hát Huntsman's outfitnek van írva. Ez volt az eleje, ez a szakadt szar. És mi van most? Rajtam. Ez-e? Hát ez van rajtam elvileg. Nem? Vagy ez volt rajtam? Ja, ez volt rajtam. Hát jó. Az 7500-ba kerülne az upgrade. Mit érek vele, hogy upgrade-elem? Na mindegy, szóval krikvip. Na én most már ezzel, ez a menőbb, nem bőrkabát, meg minden. And colors. Ó, oh, tényleg el is felejtettem, hogy ilyet is lehet csinálni. Nem nagyon vágom, úgyhogy ez miért jó. Szóval maradunk a feketénél, nem? De. Jó, akkor back. Oké, okay. Akkor ez ennyi is volt. Szóval most Jacob Fry-jal vagyunk. You have earned 5 skill points. Anyád, az sok. Mire rakjunk? Húha. Ez mit tud? Gunslinger 1. When attempting to shoot an empty gun mid-combo, the gun will reload automatically. Ó, ez kell. Ez azt jelenti, hogy a combo közben lövünk, akkor a fegyver magát újra tölt, és nem kell ez a szórakozni, hogy újra töltögessük. Ez hasznos. You find more common crafting resources from every source. Szóval több ilyen általános crafting cuccot kapunk, hát nem általános, hanem ilyen, hát ilyen szimpla mezei. Na mindegy. Attack an enemy just before they enter combat to inflict significant damage. Ez jó. Stealth van, ezt veled annyira nem akarom. Successful attacks bring enemies near death. Oké. Okay. Ez meg kell akkor azért. You have reached a new level, level 4. Ó, akkor van valami, amit viszont meg akarok nézni, mert volt valami, amin ki voltam akadva, hogy miért.
Jó, most tudom, nem néztem meg a többit, de nekem ez kell. Így, majd később úgyis kapunk még skillpontot. Szóval inventory-ban, itt a weaponsnél, akkor. Aha. Lethality, azt a kurva. Ezek nem jók annyira. Ez most nekem megvan? Mert melyiket használom éppen, ezt te? Szóval ez van equipelve. Használhatnám akár ezt is, vagy ezt is. Vagy ezt. Craftolni kell. Ez nem szép, nem craftolom le. Lethality. Ja, mert az enyém már fejlesz van egyel. Upgrade. Preview. Oké. Okay. Mennyi pénzem van? Nem figyeltem, de elköltöttem most egy keveset belőle. Még van 6000. És nem lehet tovább upgrade-elni. Mindegy, biztos jobb, mint a másik. Jaj, pisztoly, pisztoly, pisztoly. Inventory? Firearms. Van-e már valami szép pisztoly? Wow, nem rossz. Ez se. Clip size. Ez a legjobb egyértelműen, equipeljük, és ez meg is van. Oké. Okay. Hát ez így easy volt. Jaj, ebetűt nyomtam véletlenül. Nálunk ott ezer valány méterre van. Ugol csak le. Na ez menő amúgy, hogy ilyet is lehet, hogy csak így gondolok egyet, aztán leugrok. Szóval most tízében vagyunk elvileg. Lambeth? Nem, nagyon nem. Ez véletlen volt, srácok, nem akartam, hogy kell lemetni a ebetűből. Szóval... Várj, ez olyan cucc? Azok nem menők, ha ez olyan cucc. Ó, oh, majd nincs olyan. Ugye, aztán a negyedik részben volt az, hogy ha gyorsan átfutottál valahol, akkor izé, akkor ilyen menő... És jó. What the fuck? Véged van, ennyi. Ennyi. Motherfucking savage mate, ezt nem lehet kiizélni. Ja nem, mert ezt assassinészeltem. Assassinész. Az igen. Jó, szóval menjünk tovább inkább. Az a lényeg. Na jó, jön, gyerünk. Süpp. Lefutunk az aluljáróban, ami amúgy sikátor. Hát itt nem megyünk ki. Azt a kurveget. Mászunk? Mászunk. Ú, az elég érdekes volt, az ilyen. No fucking way you could do this in real life. De hát ez egy játék. Szóval itt mindent lehet. Le kéne szoknom amúgy erről, már gondolkoztam, hogy visszanéztem néhány videómat. Kill criminals. Oké. Okay. Hát csak ennyi kell. Ó, itt lehet lootolni. Jó, hogy amúgy van ez az izé double assassination szucma kioldva, mert hogyha nem lenne, akkor eléggé szopás lenne néha. Néhány dolog. Mass. Train safe is full. You won't receive additional train hiding income until you... Akármi, mert nem tudtam elolvasni. Szóval azt mondja, hogy tele van a safe a vonaton, ami szopás, de nem baj, majd mindjárt intézkedek. Igen, itt elég gyanús, hogy nem fogunk átugrani. De? Ó, itt már igen. Jó, hát ez magátom... Az milyen kurva nagyot ugrott már? Onnan oda. Azt a kurva. Na mindegy, mondtam, ez egy játék, ne lepődj meg minden szaron. Ugorj erre a láncra rá, aztán itt megyünk át. Tök jó lenne, hogyha ilyen padlásszobákban, meg ilyenekbe be lehetne menni, nekem ezt tetszene. Ó, milyen nagyot ugrasz, geci. Mondom, kurvára, izé, irrealisztikus, vagy unrealisztikus, vagy hogy kezd mondani. Szürreális? Hát az azért húzás. Na jó, gyerünk lefele, mert itt más nem lesz. Na, rádestem. Átestem az a sernyődön, haver. A menőség, ez nagyon faszán nézett ki. Ezért szeretem ezt a játékot ennyire baszni. Olyan még egy.